Ismételten köszöntök minden kedves Battlefield.hu TV nézőt. Folytatódik a China Rising DLC bemutatását nyomon követő kis sorozatunk, és a mai pályánk a Silk Road lesz. El is kezdődött a 800 tikettes újfent Conquest Large mérkőzésünk. 7 darab kontrollpontért fog zajlani a küzdelem, hát és most vagyunk a D kontrollpont közelébe. És meg is próbáljuk megszerezni a zászlót az enemitől, majd kiderül, mekkora sikerrel fogjuk tudni kivitelezni ezt a hatalmas nagy feladatot. Már is látható, hogy próbálkozik az enemi visszatérni a bázisra. Mondjuk ez egy kicsit érdekes is volt, mert általában a D-t azt nem szokták ennyire szabadon hagyni, mert hogy ezen a kontrollponton lehet aktiválni azt a bombázószerű valami repülőt, ami áthúzik a pálya fölött, és akkor szörnyű nagy rakétákat bocsát ki magából. És a messzi távolból már egy tank el is kezdte tűz alá venni a D-pontot, ott látható az illető úriember. Hát ez szép találat volt. Jó lesz vigyázni a fickóval. És már is megpróbálok én is egy kis tankommal kicsit így ellébecolni itt valahol. Ó, és már is ott van egy enemy tank, hát ezt most sikeresen legyorsulta. De nézzük, most megpróbálok jobban odafigyelni, egy találatunk már volt. Elkezdi betámadni az L-control pontot, ami a mi kezünkön van, ezt lehet nem kéne hagyni, de már is itt van szembe velünk egy másik tank. Silk Roadról annyit el kell mondanom, hogy rengeteg jármű van ezen a pályán. Azt hiszem talán itt van az a legtöbb jármű, amit valaha BF-ben láttam. Mondjuk én nem BF2-vel kezdtem, hanem én BC2-vel, nekem nálam ott kezdődik a mérce. Én azóta, hogy is mondjam, ez az a legdurvább pálya, ahol idáig a legtöbb járművel futottam össze. Úgyhogy nálam ez most idáig a best of. Na de, már is elkezdte húzni visszafel a D-pontot a drága jó kínai haderő, ezt nekünk meg kéne akadályozni, és más itt egy gyalogos tevékenykedett itt a D-control pont környékén, de ahelyett, hogy befoglalta volna ezt a drágalátos kis bázist, inkább motorra szállt és gyors ütembe elment innen. Lehet azért is volt ennyire bátortalan az illető úriember, mert tudta, hogy én vagyok itt a környéken. Na hát persze, fogalma sem volt, de már is megállt a csík, mert hogy egy ellenséges tank is itt van a közelünkbe. Híme. Hála égnek nem vett észre, úgyhogy gyanítom, csak egy darab úriember lehet ebbe a tankba. Megpróbáltam C4-jel megrémíteni, de hát mondjuk úgy, hogy most nem voltam annyira a helyzet magaslatán, mint szoktam volt lenni. Na talán majd most. Azért itt hullnak ám rendesen az emberek. Egy C4 már van, de úgy néz ki, ez kevés volt. De hogy nézem, nem is mérnök volt az illető úriember, hanem egy mesterlövész, és vissza is szállt abba a tankba. Most, ha minden igaz, akkor a D-t be fogja tudni foglalni az ellenség. Én meg leszületek ide a B-re. Megpróbálok visszanyomulni. Hát ez most egy rossz leszületés volt. Úgy néz ki már, hogy pont itt található volt az egyik ellenséges páncélos. Hát igen, ez az egyik következménye annak, hogyha nem spotolják a kollégák a ellenséget. Így nem igazán tudjuk kikövetkeztetni, hogy épp hol tanyázik. Semmi probléma, hát akkor indulunk a fő bézről. Jelenleg 4 kontrollpont van a mi kezünkön, de most a B elkezdett villogni, úgyhogy ennek a visszafoglalására indulok most el ezzel a gyönyörűséges kis tankkal. Ami hát most vagy sikerülni fog, vagy nem, de majd mindjárt kiderül. Jaj. Majd egyik jellemzője ennek a pályának, hogy hatalmas nagy ilyen sivatagos terep van rajta, úgyhogy gyalogosan nem nagyon érdemes közlekedni. És már is látható ott az ellenséges tank. Na, végre volt már egy találatunk, most nyilván kikövetkeztett abból, hogy honnan sérült, hogy merre van az elhelyezkedésem. Így van, most látott meg az illető úriember, és kezdett tűz alá venni. Hála az égnek, annyira nem ügyesen céloz, mint ahogy én sem. Azt mondja, na de én már azért picivel jobban célzok. És, na, még egy lövés. Gyerünk, és jó van, megvan az első áldozatunk. Már csak az a kérdés, hogy mennyien lapulhatnak még ott a B-nél. Hát ebből a szögből olyan sok mindent nem látok, úgyhogy muszáj lesz közelebb nyomulnom. Ott van egy üresen álló tank, hát megnézzük, hogy sebződik-e, nem sebződik. Magyarán nincs benne ellenség, vagy a környékén sincs egyelőre ellenség, de ez túl egyszerű. Azt mondja, ó, és ott van már is, a kis cseles, hogy elbújt. Tudtam én, hogy van még ott egy ellenséges tank. Nem véletlenül lőttem meg az üresen lévő tankot, tekintve, hogy a robbanás hüstjétől kicsit most
rosszabb látószögbe került, és még jó is, hogy egy kicsit hátráltam, mert már az a nagy bombázó nyomta is rám a rakétáit. Hú, de csak támadni kéne. Hú, ez most kemény lesz. Azt mondja, 19 HP-ja van a tankomnak, és hú, nem sokon múlott, de sikerült túlélnem. Én gyorsan kiszállok ebből a tankból, még mielőtt nem kapok én is valahonnan egy rakétát, hát kb. 2 másodperccel múlott az életem. És a kedves jó távolba, látható a minimapra tekintünk, ott volt egy ellenség, egy ellenséges tank, meg egy sniper is ott volt, de hát ezt drága jó kollégáim elintézték. És mint látható, a pályán el vannak helyezve, több kontrollpontnál is ilyen dobozkák, amit hogyha elvel aktiválunk, akkor a környéken elhelyezett robbanószert tudjuk ezzel berobbantani, aminek semmi értelme, de jó mutat. Na, és ez most pont jókor volt jó helyen, mert sikerült az illető úriembereket C4-jel elpusztítani. És egy C4 még jut a motoromra is, és megnézzük, mit tudunk kezdeni vele. Na de nézzük, az A, B, C van a mi kezünkön, de ebből az A és a C is villog. Hát, mivel most tudom, hogy ott ellenség található, így cseles leszek, és inkább elmegyek a G felé. Nyilván szerintem ott is lesznek páran, mert a becsapódó lövedékek, mint hogyha arra szálltak volna, igen, és tűzelnek is onnan, úgyhogy magyarán biztos, hogy van ott ellenség. Hát most kicsit megrémítettem az ott található úriembereket, de hát ezzel olyan sok mindent még egyelőre nem értem el. Na de nézzük. Ó, és itt van egy ellenséges páncélos, most hála égnek nem lát engem és nem is spotolt engem senki. Úgyhogy nyugodtan meg tudok itt bújni. Itt van az egyik SWAT társam egy szintén páncélossal, és felvette vele a tűzharcot. Megpróbálom egy kicsit megrémíteni az ott található úriembert, de egyéb fegyver hiányi gránáttal tudok csak kicsit bekavarni neki, de hát ezzel, mint látható, nem sok mindent értem el. Azt hiszem, kicsit közelebb kellene lopóznom. El is hagyta a járművet, és itt is van az úriember. És sikerült megsemmisíteni, jól van. Azt hiszem, megpróbálok bemenni ebbe a üresen hagyott páncélosba, függetlenül attól, hogy alacsony a HP-ja, még mindig biztonságosabbnak tartom, mint itt szabadon lenni a helikopterek gyűrűjébe. És kicsit besegítek a mi helikopterünknek is, de hát hiba volt, úgy néz ki mégis beülni ide, mert hogy a kedves úriember már is jött a bérről újfent egy páncélossal, és hát nem sok kellett neki ahhoz, hogy engem likvidáljon. Na de, már is leszületünk a bére, egy tankba, és el kéne indulni egy újabb kontrollpont felé, mondjuk legyen az mondjuk a... Most így nagy hirtelen erre a következtetésre jutottam, a D-nél szerintem most túl sokan lesznek. Egyedül már kevés vagyok, hiába egy tankkal megyek. Az állás jelenleg 686, 729 és egyelőre a kínaiak vezetnek. Nem lesz egyszerű küzdelmem megint, úgy érzem. De már hozzáfogtam az ilyen kis viadalokhoz. Sokan panaszkodtak nemrég, mert 16-án kijött az új patch, amivel megkísérelte a DICE javítani a játékban felmerülő hibákat, bugokat, fagyásokat, anomáliákat, minden efféle dolgot. Na ez megint jó kör lesz. Na. És... na most láthatok egy döntetlen tankkal. Ez is riszka dolgok egyike. Na, semmi probléma. Hát nekem összességében ezekről a új update-ről az a tapasztalatom, hogy hát lényegében nálam eddig se volt semmilyen probléma, és hála égnek eztán sem nagyon fordult elő. Jó, persze egyszer-kétszer nálam is előfordul, hogy netántán leáll a játék, de nálam mindig abban az esetben, amikor véget ér a kör. Nem tudom miért, de játék közben nem sűrűn történt még ilyen velem. Meg esetleg néha, mit tudom én, ilyen grafikai hibák előfordulnak, de az annyira ritka, mint a fehér holló nagyjából nálam. Nem tudom, lehet nekem szerencsés konfigurációm van. Mindenesetre én sikeresen elkerültem az összes rossz dolgot, ami a BF4-et érinti. Hála a jó Istennek, lekapogom. Na és már is itt vagyunk az A ponton, sikerült beszülkíteni az ászót, úgyhogy leszületni ide már nem tud az ellenség. A minimapot próbálom megfigyelni, hogy ha esetleg járművel, azokat általában spotolni szokták, ha járművel közelednek erre felé, mint ahogy lehet látni, egy motoros halad nem messze tőlem, de már üldözőbe vette egy tank, és úgy nézem, leszállt az illető úriember a motorról, és a tank, ahogy nézem, megsemmisítette az ott található fickót. Na, közben befoglaltuk az A kontrollpontot. Úgyhogy ez idáig egy sikeres bázisfoglalás volt, most már csak egy jármű kellene. Hát nem az a jármű lesz az én járművem, úgy érzem. És
Menni kéne tovább a következő bázisunk felé, ami még nem tudom melyik lesz. Majd random eldöltöm. Ja, és itt van még egy motor, amivel jöttem. Na. Pakoltam le egy kis C4-et. Biztos sokan most elítéltek azért, amiért C4-et használok egy ilyen pályán, és nem tankkal megyek, meg páncélossal, meg stb. Stb. Ennek nagyon egyszerű a dolga, vagy oka. A C4 hatásosabb, egyszerűbb és gyorsabb. Nagyjából ennyi a lényeg ennek az egész technikának, és mivel a játékba belerakták a C4-et is nyilván azért, hogy ne használjuk, így én úgy döntöttem, hogy használni is fogom, de mint látjátok, nem robbantottam fel semmit egyelőre. Na de... Amúgy meg háborúban és szerelemben minden megengedett, hogyha jól tudom. Van ez a mondás, és nem is véletlenül találták ki. Na, egy enemy helikopter húzott itt át fölöttünk. Sikeresen húzom az elp control pontot, és nyomatom tovább a helikopterbe az olmot, de hát... mint mindig, már is feltűnt a színen egy ellenséges tank. Ezek a semmiből úgy bénak előbukkanni, hogy valami hihetetlen. Hát egy rakétát belenyomattam, és gyorsan menekülnöm kéne. És... hát gyerekek, az egyik jó ötlet. Páncélos mellett ne parkoljatok C4-es motorral. Hát, mint látjátok, ennek most ittam meg a levét, de semmi probléma, azért nem olyan fából faragtak engem, hogy az ilyen dolgok elrettentsenek akármitől is. Leszülettek gyorsan a gér, hisz betámadta az ellenség, azt mondja ott egy üres páncélos, és pont itt van előttem egy tank, mit a listen. Na, nyomjunk bele egy rakétát, és hát sikerült megsemmisíteni ezt a drága jó tankot. Már csak egy újabb ellenfelet kéne kerítenünk, maradt 33 HP-m. És hát volt 33 HP-m, amíg egy másik tank kedvemet nem szekte hújfent. Elég kemény pálya ez. 64-es mikor fullon volt egy 64-es szeró, akkor nem szenvedtem ennyire. De mit tudom én, azért most ez így kicsit nagyobb kihívás, kevesebb létszámmal, jobban át kell gondolni, hogy mit mikor csinálunk. És nincs minden méteren egy haverunk, vagy épp egy ellenség. Mindenesetre most megint a C4-es motor mellett döntöttem, valamiért nem tudom, nekem ezen a pályán ez fekszik. Próbálkoztam mérnökkel is, próbálkoztam medikkel is, supporttel is, nem tudom, nekem most a sniper kaszt adja. És újfent itt vagyunk az elnél, és ott látható a drága jó emberek, akik az előbb kinyírtak engem. Kölcsönkenyér visszajár alapon, hát most adtam nekik egy kis C4-et. És elkezdtük húzni az elpontot. Az állás jelenleg 571-635, és már csökken a kínai haderőnek a tiketje, az A, B, C, D, az F, és most jelenleg az L-control pont lesz a mi kezünkön, úgyhogy egyedül már csak a G-control pont van az enemy kezén, és lehet, hogyha azt megszerezzük, akkor onnantól kezdve elindul újfent a base rép. Hisz ezen a pályán olyasmi is előfordulhat, bár azon csodálkoznék, mert mindig van valami ötlete a drága jó enemynek, hogy a juthat el A-ból B-re. Mindenesetre most egy kedves kollégám volt olyan aranyos, és megvárt itt engem, és nem hagyott magamra. Közben ellenséges helikopterek, vannak egy páran, próbálják itt a D-t minél jobban megkeseríteni. De nem nagyon foglalkozok én azzal tekintve, hogy mérnök, vagy hát mesterlövészként nem is nagyon tudnék mit csinálni. Megpróbálok valahogy itt meglapulni a környéken. De majd kiderül, hogy jól döntöttem-e. Ó, egy helikopter húzott át itt a fejem fölött. Idáig oké. Na, egy mobil spawn beacont lehetne ártana itt elhelyezni valahol, hát ha már mesterlövész vagyok, akkor valami haszna is legyen. Na nézzük. Azt mondja... Kéne keresni valami sík terepet, ahol le tudom tenni ezt a cuccot. Megnézzünk kis is szét, hogy hol található az ellenség. Na talán itt jó lesz. Hogy ide le is raktuk, jól van, de már valaki el is kezdett engem lövöldözni. Na nézzük. Itt vagyunk a G ponton, próbálok oda jutni ahhoz a páncéloshoz, és sikerült is. Már is jön az ellenséges tank, megpróbálom vele felvenni újfent a kapcsolatot, távolról tűz alá vettem. És egy úriemberrel sikerült végezni, itt van mögöttem még egy úriember. Hát vele is sikerült végezni, na ez idáig egy jó kontrollpont foglalásdi volt. Na és elkezdett villogni az E és a... Nem, csak az elkezdett el villogni, az F az ellenséges kézem van. Lehet nekem el kéne oda indulnom a páncélosra, miután befoglaltuk ezt a csodálatos bázist itt a sivatag kellős közepén. Ó, és ott található a messzi távolban egy úriember gyalogosan. Na hát ezért nem érdemes gyalogosan tanyázni ezen a pályán akárhol is, mert bárhonnan, bárhova, bármikor lelőhetnek minket. Akár messziről is, csak be kell állítanunk az optikál zoomot. És idejünk húzni az F pontot.
hisz már egyedül csak az van ellenséges kézen, úgyhogy a legnagyobb sűrűségben előforduló ellenséges haderő az valószínű így fog előfordulni. És valahol egy helikopter van itt a fejem fölött, meg hát ott csipák próbálnak ott minket fotógatni, csak tudnám minek. Egyéb olyan tevékenységet úgyse nagyon tudnak végezni, aminek eredménye is lenne. Hát már nem nagyon van olyan kontrollpont, ahol le tudnak születni, most egy helikopterrel próbálom meg felvenni a kapcsolatot. Kisebb-nagyobb sikerrel sikerült egy kicsit ráhitelnem, de hát az még édes kevés volt. És mennünk kéne az E-pontra. Hála égnek most van egy kis erősítésem is, úgyhogy annyira nagyon nem kell tartanom semmitől. Már csak egy kis gyorsaság kéne. Az a baj, emelkedőkön olyan hamar be tudnak ezek lassulni, hogy valami hihetetlen. Na és azt mondja, hogy... Ó, ott van az ellenséges páncélos, pont most indult el. Ó, sikerült szépen elintézni a benne található úriembert, idáig jók vagyunk. Már csak meg kéne keresni azt a másik mesterlövészt, aki erre tanyázott. Jelenleg sehol senki. Eljött az ideje annak, hogy bemegyünk a zászló húzó körzetébe, de már megint leszületett egy jármű, úgyhogy ezt meg kéne semmisítenünk, még mielőtt valaki helyet nem foglal benne. És na, ezt most sikerült kiviteleznünk. Hát egy pár darab roncs már van itt a helyszínen. Olyan jó, hogy ezek a roncsok nem tűnnek el, hogyha próbáljuk őket szétlőni. De ha rámegyünk mondjuk páncélossal, akkor meg simán szétporladnak előttünk. És hát most egy úriemberen át akartam gázolni, de nem pont úgy jöttek össze a dolgok, hogy szerettem volna. Semmi gond. Most úgyis fognak még ránk jönni. Nyilván nem számított rá, hogy én átülök a géppuskába. Áj, ezek annyira kiszámíthatóak. És jövünk ide vissza már is az erre, húzni. És ha jól látom, jön egy kis segítség is, úgyhogy talán meg fogom úszni itt a harcot. Egyelőre húzzuk is az ászlót, sehol semmi probléma. És hát egy kamikáze jet rongyolt itt felém. És a minimapot próbálom figyelni, hogy merre tűnnek föl a piros háromszögek. Hát sikerült már nagy erővel beszürkítenünk az E-t. Az F és a G az új fent elkezdett villogni, úgyhogy gyanítom, hogy arrafele lehet még valami enemy aktivitás. És ellenséges tank tűnt fel a színen. Hála égnek egyelőre nem engem lőtt, de hát, hogy is mondjam, kéne még mit beleaprítani, úgy látom. Nagyjából sikerült is, csak hát kedves úriember mögém lopózott C4-jel. Mint látható, nem csak én használok C4-et, hanem más értelmes úriemberek is. Úgyhogy ne lepődjetek meg, fiúk, hogyha felmentek egy 64-es szerverre, ott a embereknek nagyjából a 50%-a C4-et fog használni. Vagy járműben, vagy csak úgy állanát húre. De jobb, ha hozzászoktok, ez egy ilyen pálya. És itt van már is egy páncélos. Megpróbálja visszaszerezni itt az ászlót. Meg mint hogyha egy tank is jött volna ide a környékre. Megpróbálom az űrzavart kihasználni és oda lopózni a tanknak a közelébe. Na nézzük, egy C4, még egy C4, egy harmadik C4, kicsit eltávolodunk és büm. Jó van, na ez idáig jó kör volt. Már is visszalopózunk itt ebbe az üresen álló páncélosba. És megnézzük, hogy hol van még ellenség. Ott van egy ellenség. És... hát ez csak úgy simán felrobbant. Mindenesetre az ott található páncíros is meg kéne próbálni elpusztítani, ami vagy összejön, vagy nem. Hát nem jött össze, mindenesetre azért kivettem a részem a harcokból, úgy érzem. Ó, uraim, nehéz dolog a háború, ha tudnátok, hogy mennyire, hát nagyon... Na. Mitévő legyek, lehet meg kéne nézni az A-pontot. És ennek a legegyszerűbb és leggyorsabb formája nem más, mint a motocross. Haha. Amúgy ez egy jó ötlet volt a Dice-osok részéről, hogy motorokat raktak ilyen sivatagos pályára. Mindenesetre nekem nagyon bejött. Többet használom, mint akármit. És ide jöttünk az A-pontra. Simán át tudtuk kezdeni húzni az ászlót, sehol egy ellenség. Hát aki itt volt, az vagy meghalt, vagy nem tudom, kiszáradt a nagy hőségbe, vagy valami ilyesmi. És ilyen beduin sátrak vannak mindenütt, ez igen autentikusra sikerült. Már csak valami tevéket is nyomadhattak volna ide, hogy tank így átmegy a tevén, vagy valami ilyesmi. Ez olyan mókás lett volna. Ha már ilyen izé megalodonra, meg ilyenekre is útja, akkor a natán sivatagban egy teve is előfordulhat. Na, azt mondja, itt ez a kis quad bike, teszünk rá C4-et, biztos semmi biztos alapon.
és megnézzük, hogy hol tudunk kontrollpontot foglalni. Ja, meg itt ez a másik, hogy elméletileg itt valami Levolutionnek is lennie kéne, bár én még nem nagyon találkoztam vele. Egy darabig azt hittem, hogy a távolban megjelenő homokvihar lesz majd a Levolution. Oppá! Hú, egy úriember sikerült C4-en lerobbantani, egy másikkal meg golyóval végeztünk. Jó, van, idáig jók vagyunk. És elkezdtük visszafoglalni a B pontot. Bejövök ebbe a drágalátos kis tankba, mert sose lehet tudni, hogy hol lapul az enemy. Itt meg azért pláne nem, mert annyiszor találkoztam már sivatok kellős közepén fetrengő enemikkel, akik arra vártak, hogy én épp arra jöjjenek, hogy szépen lelövöldözzék az agyvelőmet. Az gyerekek, az valami frenetikus egy élmény. Ott tényleg, ahol nem számítaná rá, pont ott vannak mindig. Hát simán befoglaltuk a B-t, úgyhogy újabb kihívások után kellene nézni. Most meg is nézzük, mik lesznek azok a kihívások. Azt mondja, a D pontot húzzák a többiek, FG van enemy kézen, és az A kezdett még el villogni. Hát meglátom, drága jó vezető, merre fog minket vinni. És úgy nézem, hogy lehet, hogy az A-ra fogunk menni, legalábbis egyelőre úgy tűnik. Próbálom spotolni a D-n található úriembereket, meg jön kettő darab. Nem, egy páncélos, meg egy tank próbál minket tűz alá venni. Egyelőre kisebb-nagyobb sikerrel. Meg szerencsére nem ránk figyelnek, mi pont jó helyen vagyunk ilyen roncsok takarásából. Mondjuk egy jó döntés volt a sofőröm részéről. Én meg ilyenkor mindig arra próbálok figyelni, hogy a környéken vannak-e valahol motorosok, vagy valami egyéb ilyen úriemberek. Hisz előszeretettel használja itt mindenki a C4-et, és pláne motoron a lehető leggyorsabban tudnak mögén kerülni. Tehát olyan pillanatokban jönnek oda az emberek, hogy nem hinnétek volna, és ó, ott van egy mesterlövész. Na, vele fel kéne venni a kapcsolatot, csak hát most egy kicsit megrekedt az úriember ott a bejáratnál. Én meg ideje, hogy gyorsan a húzókkörzetbe, és ott is bujkál. Ó, elég érdekes mozgása volt, ilyen yeti mozgás, de mit ad Isten azért. Csak itt volt megtalálható a környéken. És próbáljuk visszafoglalni itt a D pontot, de mint hallható, elkezdődött a szirénázás, magyarán megjelent ott az égen az enemy bombázó. És hogyha van egy kis esze az illető úriembernek, mivel itt van az a gépezet, amivel irányítja azt a bombázót, akkor ide is fogja nyomni a bombákat. Úgyhogy nekem rövid időn belül elég jó kis fedezéket kéne találnom, mert hatalmas nagy becsapódások lesznek nem sokára. És nézzük is, jól sejtettem-e? Így már ott vannak a becsapódások, úgyhogy pontosan jól sejtettem. Könnyű kiszámítani amúgy ebből a szempontból az új emberek gondolkodását. És már is egy enemy helikopter van itt a fejünk fölött. Hála égnek nem pont velem foglalkozott, de mintha egy ejtőernyőt láttam volna. És ott is van egy illető sniper, aki gyorsan elhalálozott most nagy ütemben. Ó, itt meg valami felrobbant mellettem, azt hiszem a helikopter volt az. Elég nagy itt a káosz. Most éppen láthattuk, hogy szíven szúrta az egyik kollégám a drága jó kínai supportot, hogyha minden igaz, az egy support volt. És valaki a hát egy mesterlövész a nagy távolból sikeresen lelőtt engem, mondjuk ezt nem vágom, hogy, de jó ment neki. Na, azt mondja, bázis kéne foglalni. Na, csak az a kérdés, melyik bázist, meg hogy mekkora nagy durranással foglaljuk be azt a bázist. Nézzük, mit fogunk tudni kezdeni magunkkal. Ezt mondja, a C van most enemy kézen, meg van itt valahol egy páncélos, amit most egyelőre nem látok. Nem is igazán értek, mert még mindig itt van, már lövöldöz valamire. Szóval ott bujkált a drága. Hát ezért nem vettem én észre. Semmi probléma, megyünk tovább a következő állomásunkra, megnézzük magunknak azt a C pontot. Azt mondja, hogy szépen leparkolunk itt, mert úgy látom, hogy itt ellenséges jármű nincsen. C4 az drága dolog, meg amúgy se sűrűn fordul elő, hogy valaki ammo boxsal dobál meg minket, úgyhogy általában mindig csak akkor robbantom fel, amikor jármű van a közelbe. Ezt abból a indokból teszem, mert egész egyszerűen a járművekre kell a C4-et mindig elpazarolni. Hisz azzal tudják a legkomolyabb pusztító erőt elérni a drága jó kínai úriemberek. Jaj, nem egy ilyen mérkőzést láttam, ahol azzal fordították meg a meccs kimenetelét, hogy vagy 3-4-en elkezdtek C4 motorokkal, így enemy tankokat, páncélosokat, minden létező dolgot, ami elérhető C4-et így felrobbangatni, és ezzel azt eredményezték el, hogy mivel a enemy teamből ezt senki nem csinálta, ennek következtében nekik nem volt járművük, és a mi csapatunknak volt. Hát ez most egy rossz kör volt. De úgy látom, nem is velem foglalkozik az illető úriember, úgyhogy már is tovább megyek innen.
ki kell várni a megfelelő pillanatot, nem mindig jön el ez a pillanat. Ez most nem egy olyan pillanat volt, itt csak elkapkodtam volna a dolgokat, úgy érzem. Inkább átjövök ide a G-re, és ahol megint egy ellenség, úgyhogy simán lehet itt is húzni az ászlót. Az állás jelenleg 406-246, és mint láthatjátok már azért sikeresen megfordítottuk a mesnek a kimenettelét, attól függetlenül, hogy az elején hogy ment. És ott volt egy enemy úriember, akivel végzett az egyik kedves kolléga szikla tetejéről tankkal, én meg simán tudom itt húzni a zászlót, és már be is szürkítettük. Hát a B, a C-val mi kezdünk jelenleg, egyelőre az ellenség dominál, de a rajtunk múlik, ez nem lesz olyan sokáig. A G is elkezdett már szép ütembe villogni, és mint látható azért eddig jól is halad a küzdelmünk. Befoglaltuk a G-t, már csak valami értelmes dolgot kéne találni, ja tényleg még itt van a C4-es motorom, úgyhogy megpróbálom most azt a rendeltetésszerűen használni. Fontos arról sose feledkezzünk meg, hogy amikor visszaszállunk így egy ilyen motorra, amit a halál C4 eszünk, mindig váltsunk vissza a detonátorra, mert elég kellemetlen tud az lenni, amikor épp oda megyünk egy tankhoz, begordul alá a motor, és még akkor állunk le variálni, hogy most melyik fegyvert szeretnénk kiválasztani, mert hogy ilyen is előfordult már velem, nem gondoltátok volna mit, de hát bizony előfordul ez, még a profikkal is, bár az lennék. Na és ott van egy úriember, hát azt hittem most ez a C4 hatni fog, de hát most nem hatott. Megpróbáljuk lelőni az illető úriembert. Hát ez megint egy döntetlen volt. Kicsit érdekesebb lett a mondjuk úgy a lövése a BF4-nek. Néha szerintem olyankor is ad meg találatokat, vagy nem ad meg találatokat, amikor szerintem találtam. Mindegy, igazság szerint nem tudom eldönteni, mert sosem nézem vissza belassítva a felvételeket, amúgy meg nem is nagyon szoktam vele foglalkozni, mert alapjaiban ilyen lusta ember vagyok, mindig csak játszani szeretek, és mondjuk úgy szabályok nélkül játszani a legjobb. Olyan felelősség és gondolkodás nélkül. Ó, ott van újfent a sniper úriember, akit most sikeresen likvidáltunk, de már is jön egy páncélos, és valahogy túl kéne élnem, de hát elég nagy sebzést kaptam. Most kezdtem el szépen visszatápolódni. Hát csak ki kéne találnom, hogy mit évő legyek ezzel a páncélossal. Próbáljuk tartani itt magunkat, és egyelőre nem nagyon tud minket sebezni a páncélos úriember. Hát a kollégám felkelti a figyelmet. Na, egy úriember kiszállt, és hát az egyikkel sikerült végeznem és a járművel. Már csak az a kérdés, hogy a mérnök pajtása az túlélte az incidenst, vagy nem. Ebben mindjárt kiderül, hogy ránézünk a minimapra, és még ott található drága jó kollégám, úgyhogy egyelőre jól áll a küzdelmünk. Visszahuppanok ebbe a páncélosba. Ott van előttünk egy helikopter, sose tudtam még ezzel eltalálni, de hát azért valamikor el kell ezt is kezdeni. És egy helikopter nyúl itt megint felettünk. Kicsit rásorozok, mert szeretem bántalmazni a helikoptereket gépfegyverrel. Ez az egyik specialitásom, amúgy hittétek volna, de tényleg. Valamiért nem tudom, a BF3-ban is imádtam lövöldözni mindig a gépfegyverrel a helikoptereket, itt valamiért még jobban adja nekem. Persze azért nagy ritka, amikor le is tudom őket lőni, de mindig zavarja őket, hogy valami ott és megy le a HP-juk. Na és már is közeledünk az F pontra, és ha a minimapra tekintünk, lehet látni, hogy közeledik egy tank is. Hát én most elhagyom itt a dolgokat, mert nekem az első célom az, hogy befoglaljuk a kontrollpontot, nem az, hogy kiszerezzek magamnak. Megnézem, még ott azért volt egy gyalogos, hogy az errefele támad-e vagy nem. Úgy nézem, nem errefele támad, úgyhogy visszajövök ide húzni a zászlót, eddig jók vagyunk. Már csak az a kérdés, be fogjuk-e tudni szürkíteni, és megint feltűnt egy piros háromszög a színen. Hát igen, nem mindig jönnek össze úgy a dolgok, hogy szeretném. Egyik jó tanács, hogyha látjátok, hogy a társaitok közelébe ellenség van, akkor próbáljatok úgy célozni, hogy a társaitok ne nagyon remegjen be, mert akkor meg ő nem tud célozni. Ennek láthattuk most a csodálatosan szép példáját. Valami itt most visszahúzta az ászlót, de úgy nézem, most megmaradt ez a kontrollpont a miénknek, nem tudom mi volt itt. És megint C4 ezek egy kicsit, mert hát ezen a pályán én ezt szeretem csinálni, kész, plusz. Ez van. És keresni kéne egy kényelmes kis kontrollpontot, meg egy járművet, talán ott a G-nél találok majd. Megnézzük, mit tudunk magunkkal kezdeni. Úgy látom, itt lesz tank bőséggel, úgyhogy meg is nézzük ott magunknak. Ebből a szögből megyek, mert nem nagyon számítanak ellenállásra. Hát az most robban fel, de még van itt ezen kívül 2-3. Ott van még egy úriember, megvárjuk, amíg szépen legördül itt a
Dombtetőn, ilyenkor úgyse nagyon tud célozni. Szépen hagyjuk, hogy oda menjen. Püff, két emberrel sikerült megint végezni, de a páncélos is közben elfoglalt az ellenségnek. Hát azért volt így gyalogos is, úgy látom. Hú, meg be is szakadott egy picit a gép. Na, jó van. Előfordulnak az ilyen kis missionök. Mindenesetre azért kellemetlen meglepetést okozzunk ott az egyik tankos teamnek. És most egy tankba ülök én is, már így a meccs vége felé. Hát az állás jelenleg 369 az amerikaiaknak. Na, mi a manó? Csak úgy rám pottyan egy vadászgép. Meg 48 tikett a kínaiaknak. És most megnézzük magunknak a D-control pontot, hisz még ott található ellenséges aktivitás. Azért elég jó kis küzdelemnek lehetünk szemtanúi, véleményem szerint azért volt itt minden bőséggel. És szerintem sikeresen vissza fogjuk tudni foglalni ezt a D-pontot is, de majd mindjárt kiderül. És rohamosan csökken továbbra is az ellenfélnek a tiketje. Próbálom figyelni itt a minimapot, mert előszeretettel mászkálnak itt C4-es úriemberek. Íme, ott volt az egyik. Azt mondja, valami nem tudtam visszaszállni a tankba, de semmi probléma, tettem rá egy C4-et. Biztos, ami biztos alapon, hogyha ellenséges kézbe kerülne, akkor ne nagyon tudja már használni. És egyelőre nem tudjuk visszafoglalni a D-pontot, mert még valahol itt lopóznak az illető úriemberek, de azt mondja, egyel sikerült végezni, és vége is van a körnek. Most, hölgyeim és unyaim, na, már kezdek a végének kicsit berekkenni. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy végigkísértétek az újabb túravezetésünket a China Rising DLC-be, a Silk Road nevű mapon. Köszönöm a megtekintéseket, a következő adásig, a viszontlátásra, sziasztok!